Dvorzsák mester is mondta, hogy ha csak egyfélét dolgot tud az a bába, akkor nem kell attól megijedni, de azt az egyet épp annyira jól tudja, mint a... Tehát ne, abban ne legyen hiba. Majoros Gyula báb és díszlettervező életművének különleges darabjait is megtekinthetik a Harlekin Bábművészeti Fesztiváljára érkezők. Az alkotó számos egri előadás közreműködője, például a Hinta Palinta Hinta lovait is ő készítette. Onnantól kezdve varázslat az egész, és az egész folyamat egy ilyen nagyon szép meghitt időszak, amikor egy kis négy kockából, vagy gömbből, vagy egy hasából kialakul egy báb. Tehát ez egy teremtés folyamat, amikor egy élettelen anyagból az ember készít egy olyan tárgyat, amit meg lehet mozdítani, és életre lehet kelteni. A fesztiválra számos szakembert hívtak meg. Mint elhangzott, országosan 13 bábszínház működik, amelyeknek a legkülönbözőbb korosztályokat kell kiszolgálniuk. A Harlekin bábszínház egy nagyon szép üdeszín volt, tehát itt mind látványilag, mint a színészeket tekintve és a rendezői koncepciókat tekintve nagyon változatos és nívós előadásokat lehet látni. Európa híres bábművészei Duda Paiva és Tita Jakobelli előadásai nemzetközi szintre emelik a fesztivált. Emellett a közönség a Casanova, avagy Zuhanás a mindenségbe című darabot is láthatja Éri Kovács András rendezésében. A Velencei Köztársaságnak egyik kedvelt férfi szerelmes típusa, akiben mindenki beleszeret, kicsik, nagyok, öregek, fiatalok, nők, férfiak, mindenki. És ugye a darab onnan indul, hogy száműzik Velencéből. És egyetlen egy ember menti meg, vagy kieszközöli, hogy mégse kelljen, ő neki elhagyni Velencei Köztársaságot, az a bíboros. És hogy ez miért is van, és hogy is alakul ez a történet, és hogy az a grófi család, aki befogadja, hogy ott a lány is, az anyuka is, az apuka is milyen viszonyba kerül Casanova eszményi férfiasságával, az a történet lényegi része. Az a professzionális művészeti érték, amelyet a Harlekin Bábszínház képvisel, országosan egyedülálló, fogalmazott Farkas Attila alpolgármester a fesztivál megnyitóján. Kiemelném a Harlekin Bábszínháznak azt az egész éves munkáját, aminek eredményeként több száz gyerkőc felejthetetlen élményekkel gazdagodhat, és most ugye ezen a fesztiválon felnőtteknek szóló tartalmak is teret kaphatnak. Én nagyon örülök, hogy ez ilyen formában megvalósulhat. A fesztiválhoz kísérő programok is kapcsolódnak, például egy koncert, illetve pódium beszélgetések.